Civil Rádió, a Civil Sziget hangja. Minden délután 13 és 15 óra között. A hangszigetelők sátrából újra jelentkezik a Civil Rádió, és egy újra vendégem érkezett dr. Szalma Tibor, a Mensa Hungaria Egyesület, Hungarika Egyesület képviseletében, és hát sok mindent szeretnék róla kérdezni. Először is köszöntöm, tisztelettel, szervusz! Hát szervusz, én is köszöntelek téged is, meg a hallgatókat is. A Mensa Hungarikáról mindig lehet hallani, mikor az ember a televíziót vagy az újságokat olvassa, de tulajdonképpen szerintem, hogyha most versenytár, nagyon sok embernek fogalma sincs, hogy egészen konkrétan mit jelent a Mensa Hungarika. Kik ők? Kik vagytok ti? Ez egy olyan nemzetközi klub, egy egyesület, amit még 1946-ban hoztak létre Angliában. A magyar tagszervezet, a Mensa Hungarika, az 93-ban jött létre, és az a lényege a klubnak, hogy a tagsági kritérium az az, hogy valaki egy nemzetközileg elfogadott intelligenciateszten jobb eredményt érjen el, mint az emberiség 98%-a. Ti a 2%-ba tartoztok gyakorlatilag akkor. Így van. Abba a kiemelkedő 2%-ba, értem. Tehát magyarul nem lehet valakinek, most ha megkérdezném azt, hogy hogyan lehet valaki Mensa Hungarikás, akkor természetesen azt mondod, hogy bárki, aki teljesíti a tesztet, ezt mondod? Így van, semmilyen más kritérium nincs a tagsághoz. Tehát akkor kezdjük a versenyt, mindenképpen hallgatóknak ajánlom, hol lehet ezt a tesztet megtalálni, esetleg valaki a beszélgetés végére akár jelentkezni akar, akkor már el is kezdhette a tesztet. Van nekünk egy honlapunk, a mensa.hu. Igen. És ott fent fel vannak, egyrészt ott van egy próbatesztünk, amit érdemes kitölteni, az jó indikátor, és hogyha az jól sikerül, akkor érdemes jelentkezni a hivatalos tesztünkre, a honlapon fel vannak sorolva az időpontok, és ami fix az az, hogy Budapesten minden hónap első szombatján van tesztírás, általában a Berzsenyi Dániel gimiben, de néha máshol, és amúgy meg országszerte többször több alkalommal van tesztünk, amely helyszíneket és időpontokat a honlapon lehet nyomon követni. Oké, ti sokan vagytok? Ma Magyarországon hányan vagytok? Nagyjából nem akarok konkrét számokat, de akarod konkrét számokat is mondhatsz, de hogy mennyien vagytok, hogy megbecsüljem ezt a 2% magyarországi részét. Igen, hát a potenciális 2%-hoz képest nem vagyunk sokan. Igen. Mert az ugye nagyjából olyan 200 ezer szemét jelentene, hogyha 10 milliós lakossággal vetítjük. Mi most jelen állapot szerint olyan 3500-3600-an vagyunk Magyarországon, akik éppen tagok. Sikeres tesztíróból persze jóval több van. Világszerte pedig, akik jelen állapot szerint tagok, körülbelül olyan 140-150 ezeren vagyunk. De valószínűleg ott lepang az emberek között egy csomó menzás, csak még nem tud róla, ugye? Igen, ez így van. Hadd kérdezem, hogy mit csináltok, amikor úgy egyesülete életet éltek, mert ugye én azt gondolom, hogy kiemelkedő képességű emberekre nagyon nagy szükség van a világban, de muszáj nekik egyesületbe szerveződni. Mi a dolgotok? Mit csináltok ti? Hát nem muszáj egyesületbe szerveződni természetesen, csak lehet. Azok, akik tagok, azok úgy gondolják, hogy érdemes is egyesületbe szerveződni. És ugye hasonló a hasonlót szereti, ahogy a mondás is tartja. Általánosságban jellemző a tagjainkra, hogy egymás társaságában valamivel jobban tudjuk magunkat érezni, mint egy bármilyen más társaságban. Ez az, ami összetartja a klubot, ösztönző közeget biztosít, nagyon sok olyan program van, amelyek érdeklik a tagok többségét. Engem mindig zavar a dolog, ezek szerint ti ne más társaságban nem érzitek olyan jól magatokat? Nem, ezt így általánosan nem jelenteném ki, de nagyon sokakra igaz, hiszen azért lesz egy ember egy csoportnak a tagja, mert ott jól érzi magát, akár jobban érzi magát, mint más csoportokban. Mi feszeng ilyenkor, mert ugye kicsit már látja azt, amit meg előre tudja, hogy mit fognak az emberek egymásról beszélni, és már úgy mondja, vagy hogy van. Hogy akarom érteni, a lelkét akarom érteni egy ilyen menzást. Ilyen is van, különben hát igen, tehát ha veszünk két menzást, akkor három különböző lélek van ott. Nyilván. Tehát ezt így nehéz megmondani, hogy egy általában egy menzásnak a lelke éppen mit mond. Merre jár, igen. De a saját nézőpontomról tudok beszélni. Nyilván. Az egyszerűség kedvéért. Veled beszélgetek. Én például azért szeretek a tag lenni, és azért szeretem a menzások társaságát. Ezt így megfogalmazni kifejezetten nehéz is, az látni kéne magát a közösséget, hogy értető legyen, de olyan jó hangulat uralkodik. Én úgy veszem észre, számomra kellemes az atmoszférája az egész klubnak. Olyan személyiségű emberekkel van tele az egyesület, akik az én értékítéletemhez képest közel állnak ahhoz a személyiséghez, ami úgy ideális.
egyszerűen csak jól érzem magam. Ez nagyon tetszik nekem, mert ugye minden egyesületnek pont ez a lényege, hogy az ember jól érzi magát abban a közegben, a közösségében, az ő hozzátartozókban. De van olyan szerepetek például, amiben segítetek még egymásnak, mert ugye azt gondolom... Abszolút, igen. Például. Például. Főleg most, hogy viszonylag sokan vagyunk, eleve az álláskeresés. Az például sok menzás úgy talál állást, hogy mások ajánlják, mások cégénél. Az nehéz elhelyezkedni. Az a kényszerképzetem, hogy aki menzás, az könnyen talál munkahelyet, mert ugye azt a képességét honorálja a mai világ. Nyilván, de szeretne olyan munkahelyet találni, ami úgy számára megfelelő. Értem. Tehát igen, ez az egyik, amit tudok mondani, hogy álláskeresésnél lehet hasznos. Aztán, ha bármilyen apró cseprő mindennapi dologra esetleg szüksége van az embernek, akkor van nekünk nagyon széleskörű kommunikációs csatornáink, ahol sok menzás ott van, és ha most egy apró dolgot mondjuk egy vízvezeték szerelőre van szükségem, beírok, hogy ajánljon valaki egyet, és két perc múlva jön egy ajánlás. De jó. Vagy ha, mit tudom én, a viszonylag gyakori, ez szerintem érdekes, valaki túrázik, lát egy növényt, amit nem ismer, lefotózza, beküldi a közösbe, és két perc múlva valaki megírja rá, hogy az pontosan micsoda, amikor virágzik, mit kell róla tudni, stb. Izgalmas közeg lehettek. Egyfolytában azon jár a fejem, hogy tulajdonképpen ennek a világnak, sőt a társadalmaknak van-e szükségük a menzásokra? Egyetlen jelentkezik-e például? Mert azt mondom, hogy úgy lehetne mondani, hogy az a 2% a világ legokosabb embereit jelenti. Milyen érdekes lenne, hogy ezt be lehetne forgatni a társadalmi irányításába, a gazdaság fejlesztésébe, egyáltalán a jobb élet kialakításába. Számolnak-e veletek? Igen, erre azt a sztorit tudom elmesélni, hogy eredetileg 1946-ban, amikor a alapítók létrehozták az Egyesületet, pont az volt a cél, ugye itt a második világháború borzalmai után, hogy a emberi intelligenciát végre hasznos dologra kéne felhasználni, és majd a világ kormányai kikérik a tagok segítségét. Ez hát egy ilyen politikai segítőszervezetnek szánták, na ebből nem lett semmi. Azóta viszont tökéletesen működünk szabadidős klubként. Valójában ténylegesen a menza nem is tudna a mostani alapszabályi környezet szerint segíteni, mert teljesen politika és értéksemleges a menza. Tehát nincsen véleménye a menzának, mint egyesületnek semmiről. Az egyes tagjainak van, de a menza soha semmilyen témában nem nyilvánít ki véleményt, pont azért, mert úgyis van olyan tagunk, aki máshogy gondolja. Tibor, a te véleményed érdekel engem, hogy egy menzás tudna segíteni egyébként? Tehát a menzások tudnának a világnak, a fejlődésnek, egyebeknek segíteni? Tehát hordoznak-e akkora potenciált, kérdezem én? Itt megint csoportszinten nagyon nehéz erre válaszolni, mert csoportszinten azt mondám, hogy nem. Rengeteg típusú személyiségű ember van a menzában, nem mindenkinek van erre affinitása. Vannak egyes tagok, akik nagyon hasznos tagjai a társadalomnak. Ez most is így van, régebben is így volt, és így is lesz. És ennek örülünk is, hogyha egyes olyan emberek, akik amúgy hasznos tagjai a társadalomnak, úgy érzik, hogy a mi klubunkban jól tudják magukat érezni. Fordítva ezt azért kérdezem, mert van egy ilyen veretes szólam, ugye a Tudás alapú társadalom című történet, és engem a fülemben mindig bántan cseng ez a dolog, ez igaz, hogy lehetne a társadalmat a legértelmesebb és legoskósabb irányban irányítani. Erre van nekünk egy mondásunk, ami szerintem pont ide illik, úgyhogy elmondom. Ez pedig úgy szól, hogy attól még, mert valaki intelligens, még nem lesz bölcs, még nem lesz szép, még nem lesz kedves, nem lesz jó indulatú, egyszerűen csak intelligens. És ettől még ezerféle személyiség van a klubunkban. Nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert valaki menszás, egyből a hagyományos értelemben véve hasznos tagja lenne a társadalomnak, de jó eséllyel lehet az. Tehát egy speciális világ vagytok, ezt jelenti én ebben az értelemben, és talán ugyanolyan módon el is tudjátok ti is rontani a saját életeteket, mint ahogy én a magamét. Ugye ez, ez elő tud fordulni könnyen. Értem. Hadd kérdezem, mit kerestek ti itt a szigeten? Mit csináltok ti itt? Itt elsősorban a sátrunkban azzal töltjük az időt, hogy különböző logikai játékok vannak kitéve, intelligencia próbatesztünk is van, logikai sztorikat tudunk mesélni azoknak, akiket ez érdekel, és az egésznek a lényege az, hogy felkeltsük az érdeklődést a logikus gondolkodás iránt, a rendszerben való gondolkodás iránt, és akit ez érdekel, és úgy veszi észre, hogy jól tudná magát érezni egy ilyen társaságban, mint amit mi tudunk nyújtani számára,
akkor kedvet kaphat akár ahhoz, hogy eljön egy hivatalos tesztírásunkra, és ha jól megírja a tesztet, akkor beléphet a klubba. Nagyon érdekes. Nagyon izgalmas a dolog, azért néha azért részt vesztek koncerteken is. Én kevésbé, de alapvetően előfordul. Igen, tehát az én kedvenc előadóim általában már halottak, tehát én a klasszikus zenét szeretem úgy igazán, abból meg viszonylag kevés van itt a szigeten. Uh-huh. De utókorban lesznek majd klasszikusok, később, igen? Bocsánat. De mint minden másban is, ebben is nagyon sokfélék a menzások. Uh-huh. Sokan, amikor itt bezárunk a sátorral, utána szétszélednek a szigeten, és különböző helyeken koncerteken hallgatnak. Én azért kérdezlek téged, mert ugye mindenkit nem tudok megkérdezni, te ezek szerint a klasszikusok híve vagy ezen. Én azt szeretem, igen. Azért hogy viseled ezt a zenét? Ó, jól, köszönöm szépen. Azért, mert valamit különösképpen szeretek, nem azt jelenti, hogy mást meg egyáltalán nem. Világos. Úgyhogy el vagyok az itteni zenékkel is. Este tervezem, hogy itt maradok, és akkor majd körbenézek, hát ha találok kedvemre való muzsikát is. Hadd kérdezem, egyébként titeket rendesen megkeresnek? Tehát van forgalma a sátorotoknak? Igen, tehát most például már órák óta folyamatosan váltogatják egymást a látogatók, mi pedig játszatjuk őket. Nem tudom, hallatszik-e a hangom, egy picit már rekettes, mert folyamatosan beszélek egész nap reggel óta. Aha. Mindenesetre köszönöm, nem is akarom tovább terhelni a hangodat. Nagyon érdekes volt a beszélgetés, és sokféle gondolatot elindítottál bennem, és szerintem akik a szigetről hallgatnak bennünket, azok keresik csak meg a sátratokat. Hát és közben érdemes. Hogy lehet veletek kapcsolatot keveredni, találni, ezt még azért hadd kérdezzem meg. Sokféle módon, egyrészt a honlapunkon keresztül ott megtalálható minden elérhetőség. Hogyha már tag valaki, akkor ott a programok fel vannak sorolva a honlapon. Most például a legközelebbi programunk a tábor lesz, pont augusztus végén, az a legnagyobb programunk a egész évben mindig. Sok százan, fél ezren ott vagyunk egyszerre, tehát ott is megtalálhatóak vagyunk. Amúgy pedig hát most már itt a információs társadalomban szerintem bárhogy meg lehet minket ez találni, és bármilyen kérdést fel lehet tenni. Oké, okay. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, további jó szigetelést kívánok neked, és hát a hallgatóknak meg jó szívvel hadd ajánljam a Menza Hungarika sátrát, ezt a szigeten. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz.